A következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A közvetítés virtuális reklámot tartalmaz. Izgalmas, végletekig kiélezett tornával folytatódott a Dupla Buzera országos bajnokság második szezonja. Az új köntösbe bújt biliárd közvetítéseinkben minden alkalommal kettő vagy három mérkőzést láthatnak majd. Ilyen 90 perces műsorszámból összesen 6-ot izgulhatnak majd végig két forduló között. A mai műsorban Ágoston Mihály és Nádra Gábor meccséről egy összefoglalót láthatnak, majd teljes egészében követhetik végig Vári László és Tímár András mérkőzését, illetve Ruber Patrik és Tonka Pál összecsapását. Maradjanak velünk végig, mert mint tudják, a biliárdban minden lökés számít. A Dupla Buzerát a többi magyar biliárd fajtához hasonlóan három golyóval játsszák. Az egyik játékos a fehérrel, a másik a sárgával lök. A piros golyó pedig az úgynevezett karambol golyó, amelynek eltalálásáért pont jár. Az öt bábú értéke kívülről haladva 2-3 és a legbelső piros 5. A játékot mindig a fehér golyóban lévő játékos kezdi meg, ami után felváltva löknek a felek. Ami igazán megkülönbözteti a Dupla Buzerát a többi magyar biliárd játéktól az az, hogy abban az esetben, ha a lökő golyó először a falat éri és utána a célgolyót, ami ledönti a bábukat, akkor a megszerzett pontok duplán számítanak. Ezzel a kis módosítással a játék sokkal pörgősebbé, izgalmasabbá és változatosabbá válik. Mielőtt az aktuális tabellára pillantanánk, idézzük fel, hogy kik voltak a Dupla Buzera bajnokság 2023-2024-es szezonjának legjobb játékosai. Az első helyen Farsang János végzett 4620 ponttal. A dobogó második fokára Bíró Imre állhatott fel, míg a harmadik helyen Harmati László végzett. És most vessünk egy pillantást a jelenlegi ranglistára. A Dupla Buzera országos bajnokság második szezonjának első fordulója után Bíró Imre vezeti a ranglistát 960 ponttal. Nádra Gábor pedig a második 940 ponttal. A virtuális dobogó harmadik fokán jelenleg Bencsik Tibor áll. A negyedik helyen Vári László 900, míg az ötödiken Ungor István áll 880 ponttal. A hatodik pozícióban helyezkedik el Termecki Róbert 860 ponttal. A hetedik helyen jelenleg Nikora Norbert áll 841 egységgel. A legjobb 10 közé még feliratkozott Harmati László 820, Kincses László 800 és Pardi Tamás 780 ponttal. Köszöntöm a nézőket, koccanjanak a golyók, dőljenek duplán a bábuk a fehér golyóval. Most kezdünk a játékot a csoportmérkőzések során. Ágoston Mihály, és mellettem itt van továbbra is szakkommentátorunk, Tóth József. És az ellenfele a sárga golyóval pedig Nádra Gábor lesz. Ugye ő az első fordulóban nagyon-nagyon jól teljesített. A döntőben egyetlen egy lökésen múlt az, hogy nem nyerte meg az egész tornát. Ugye ő második volt, és Bíró Imre ellen játszotta a döntőt. Mindkettő játékos jól kezdte a mérkőzést, 15-15 ponttal. Gabi azért
tavalyi esztendőben is az összes csapatbajnoki egyéniét megnyerte, tehát nem volt benne hiba. Úgyhogy ő igazán jól teljesít, meg hát mondom, a múltkor a döntőt játszott. Igen. Éppen elemezgettük egyébként otthon a játékot, hogy azért Bíró Imre mellett évek meg a rutin azért ott szól, és hát jól is játszott Imre. Pedig sarokban. Így van, ez pedig egy jó állás úgy van Norm Gabinak, hogy tempóval átteszi, tempó megvan. És a fasor két oldalán, tűnjön jó. És ez is jó, 8. És ugye 111, 36. Így van. Hát 9 pont kell csak Nándra Gabinak, hogy menjen el az első szettet. Most a piros találat az megvolt. Így van. Nézzük, 9 pontot sikerül-e. Ez egy ilyen rövid farra lehetne, hogy inkább egy karikát, hogy úgy látom. Körbefordul a golyó, és belemegy az övé. Szíva. Nem biztos, hogy a legjobb megoldás volt. Nem, kicsit túl erősebb. Nekem nagy tapasztalatom nincsen, de talán lehet, hogy egy falról könnyebb lett volna. Látom, ilyenkor egy büntetést hoz maga után a hiba, és ugye itt is van egy 14. Igen, magasabb játékosoknál ilyenkor az előnyesebb, ha valaki magas ilyen helyzetben. Igen, jobban eléri. Így van. És meg lett. Ez csak kettő. Telibe volt. Ja, vagy 112. Igen, hirtelen lefagytam. Még a 116-nál tartottam. Nem, ezzel így meg lett Nádra. Jól vannak az első szett. Maga biztos, nem? Mondom, ez biztos, hogy inkább ezt választják a 30 helyet, mert nagyobb a hiba lehetőség. Hogy akkor szoktam látni azt, hogy duplára játszanak kezdésben, amikor valakinek nagyon megy a játék. Az előző szettet nagyon-nagyon megnyerte, mindenbe jött, akkor van, hogy megpróbálják így duplára hát játszani igen, a kezdést. Igen, amikor már kellően be van melegedve, és megy igen. A játék, úgy érzi, hogy akkor vállalható, hogy mindenki eldeti magába. Persze. Egy állásnak azért több verziója van, hogy mit lehet játszani belőle, és hát ki mit szokott. Tehát ezért nem szoktunk párosra beleszólni egymás játékába, mert egyik a sarkot érzi, a másik a kvartot. Ez viszont egy gyönyörű 30. Ez viszont nagyon szép 18. A piros is van. Így van. Picit így visszatérve az elemzés részéhez, gondolom azért, hogy egy picit hazabeszéljek, az megkönnyíti azt, hogy elemezzetek egy-egy mérkőzést, hogy itt közvetítjük és visszatudjátok, több kameraállásban is látjátok azt, hogy hogyan lehetett volna másképp, hogyan lehetett volna
még jobban meglökni a golyót. Egy tökéletes kvart volt 22, jól is borult. Megpróbálkozik egy végfalas duplával, duplagozával. És nem csak próbálkozik, hanem 26-ot csinál, ez nagy lépés, szép volt. Tempóra is ügyelve. Most három falból kellene. Találat meg volt. Ez se volt egy könnyű szitu. És a fasor között kiment, hát... Szép. És ezzel meg is nyerte a mérkőzést Nátra Gába, az előző forduló döntőse. Köszönöm szépen, hogy megint segítette. Köszöntöm nézőinket, kocsonjanak a golyók, dőljenek duplán a bábuk a fehér golyóval. Hamarosan Vári László kezdi meg a játékot. A sárgával Tímár András lesz, és mellettem pedig Tóth József szakkommentátor ül. És várhatóan egy nagyon jó mérkőzést fogunk most látni. Ugye Vári Laci a legutóbb a negyedik lett, Tímár András pedig jól ismerjük, ő már nagyon régóta az elitbe játszik, és folyamatosan a legjobbak között van. Remélhetőleg egy színvonalas mérkőzés következik. És ötöttel kezdődik a meccs. Lett belőle. És egy szép válasz a 8-ra. Ez viszont egy szigorú 19 volt Laci részéről. Pedig nagyon ragadt a falra a fejedő. Igen, ott találtam, elég jól kezdtek a játékosok, a várakozásoknak megfelelően. Laci egy oldalhoz, az kicsit bőlett. Viszont bebújtod a piros mellé. Nem.
8, meg lesz? Meg. Meg. Összetusoltak a golyók, és így elkerült a fasort, mindkettő. És pedig egy kvarc következik. Rövid lett egy picit. Nagyon vékony található volt, de meg igen. Hát ebből a szemből, hogy csak hat legyen az. Igen, nem volt szerencséje most. Így van. A cina. Szép nyolc. És pont piros mögé ment. Lát rá. Van rás. Vars kellett le, de túl lett egy kicsit. Ebből most tud csinálni. Lacinak igen, ez egy jó. Dupla lesz, ha sikerül. Viszont a fehér lát, a fehér is ez egy igen, hiba. Igen, így 24 rossz. Igen, és így megfordult. Timár András vezet. És most 4-et még hozzátesz a pontokhoz. Kicsit erősebben kellett volna, akkor lett volna az igazi. Hogy hát. Ja, igen, ha áll a piros van. És ez megint egy hiba. De hiba. És ezúttal Andrástól. Hiba.
Most ezek nem András percei. Két hibás lökés is volt. Várom, hogy a fehér, és megint ugyanaz. Szinte ugyanaz nem másol, mint az elő. És akkor is ez sok hiba pont volt. Igen, az 24, ez pedig 20. És megint ezzel fordított András. Igen. 74, 81. Hát most alul üti a golyóját, hogy a sárga visszafele forogjon. Szűkös volt ott a helyesen oknál. Igen. Igen, pirosat úgy találni, hogy belemenjen a fába, volt a terv, de nehéz kivitelezni az én. Ez viszont gyönyörű. Nagyon szép. Így 30. Egyetlen gyönyörű villanás, és 30 pont. Igen. És ott vagyunk, hogy 16 kell mindössze. Igen. Mári Lacinak. Sarokra jelenes játszol, vagy teliben? Nem, teliben fog menni. Vagy a hosszú fal? Próbálom tenni állást. És az meg is lett. És nagyon szépen közel maradt a fosorhoz. Sárga bolyó. Tempóval állok, és akkor... Száz kilenc, 89. Őrzi az elejényét Laci, és nem kockáztat. Ez van nagyon szép 10. Érdekes ez a mérkőzés, mert nagy hibákat is látom, viszont nagyon szép lökéseket is. Nem annyira konzisztensek most a játékosok. Szóval most 15-re megyünk, Laci, úgy gondoltam, és meg is van. És ezzel meg is nyertem. De itt már nem lehet kockáztatni, hogy itt falból legyen kéne, mert erre áll. Ráadásul elég is. Így van, elegendő is, akkor természetesen.
És akkor 1-0-ra vezet már a City, már Andrással szemben. Fordítva. Golyók. Nem piros a kezdet. Ja. Igen, de segítettük igen. Egymásnak a játékosok. A fair play szellem. Most egy picit ez meg is zavarta. Kette hiba. András. Előző parti benne maradt Andrásban, hogy egyenlőre úgy néz ki. Még a profi játékosok ilyenkor hamar túllépnek. A igen. Előző hibákon nem lágják, de mi azért még... Hamarabb volt. Igen. Szép volt, nem tudom, hogy voltak egy szélgolyó. Igen, piros és szélgolyó volt, egy láb áll, akkor még nehezebb a kicsi, hogy a piros fölött. Igen. Egy kicsit gyengébb volt. Ha nem tusó, akkor van belőle. Hiszen 2-t elért András. Most a sarokból nézzük Andrásnak. Így van. Hogy sikerül ez a lökés. Talált. Én úgy láttam, hogy megmozdult. A fehér, ugye? Igen. Jól láttam, nem értek. Hiba pontot. Ez viszont nem volt. Ez nem volt még. Megint egy sorok. 5 hiba pont. Nem. A végfalat választja. Nem pirosra születtem volna. Piros makkorra bement volna. Fába. Ez nagyon szép lett volna, hogyha sikerül. Sarokból. Sarkat válasz, ha jól látjuk. Nem egy sima 15-ös nyesést. Hát ketté maradt. Fasor közte a golyóknak. Az állás nem könnyű. Jó, az lett azért, és majdnem igen. Sokkal-sokkal többet. Ez is 8 volt. 8 volt ez?
Ez szép lökés volt. Ez szép, a tete négyen. És a pozíciónak is nehéz. Nagyon szép, 15. És most teljesen felzankózott. Vári Laci, 85 mindössze a különbség. Kettőre vezet, András. És mögé belöki a fehér mögé, és ez így dupla. Így van. És négy. És csak a széle. Négy. Viszont eléggé bent van a... Jó távol van nekem most a golyó. Jól talál a pirosat. 18. 18. Nem könnyű a helyzet, meg kell nézni minden oldalról. Nagyon közel vannak egymáshoz a golyók. Egy kis erő kellett volna, hogy elvezesse két végébe a két golyót. Nem lett vele négy sem. Igen, ez. És megint nem egy egyszerű helyzet. Megoldotta. 10 pontért, ezt nagyon szépen megoldotta. Tímár András. És ez most nem a legjobb volt, látszott is az a kifejezés. Igen, igen. Látszott, hogy ezt jobban szerette volna megoldani. Nagy állás nem maradt. És itt mi fog történni? Hát, szerencsével? Nem. Lehet, hogy... De, ez csak... Jött rossz. Pár milliméter kellett volna. És most 15-tel vezet Tímár András. Gyönyörű, itt a másik. Nagyon szép. Szép. Igen, rögtön 30 lett az a gyönyörű lökéssel. És
itt lépegetünk lassan a döntő szett felé. Nyilván azért még ilyenkor nem szabad elkiabálni, de... De lehet, hogy az lesz belőle. Igen. Egy bökés tulajdonképpen. 30 a baj, de azt meg kell lökni. Igen. Nagyon szépen, stabilan megtartotta ezt a nehéz pozíciót is. Az új begyeivel kell gyakorlatilag stabilitást elérnie Vári Lacinak. Ezt megoldotta szépen. Hát ez egy nagyon nehéz, két falból, ha... Nem biztonsági. De nem lesz meghajolva. Egy mozdulj. Azt mondják itt a... Megold? Játékvezetők, hogy megvolt. Meg kis közel volt a fal, ha lesz itt volna, hogy tud belőle valami. És megint pár milliméteren múlt. És a pozíció volt a lényeg. Pozíció az tökéletes. És ez mennyi lesz? 10. 10, igen. Lehetett volna, még a piros is dőlhetett volna sem. Akár. De szépen értett a Laci. Ez már egy kicsit távolabban a saroktól nehezebb. Nagyon szép. És lett csak 4. A második dus nem hiányzott. Lacinak nem első a 8. 106-73 az állás. És átmentek között. Igen. Nagyon szép Laci részéről. 16. Két falas pattintó. Nem könnyű állás. Plusz 6. 14. 14, és ezzel meg is volt, ugye? Igen. Meg. És akkor jöhet a döntő szett. Egyes. Döntő szett, így van. És Laci kezd. Sikeresebb kezdés volt Lacitól. Köszönöm.
Magyarország. Viszont maradt egy üthető sarok. Kicsit rövidített. Nem volt könnyű, de talán hát, marad benne azért egy picit lehetett volna több. Ez is egy elgondolkodtató állás. Úgy látom, hogy Laci is gondolja, hogy mit kéne. A sarokban, és akkor a piros az biztos, hogy a... Nem? Így is biztos volt, igen. Jó. Így jobb volt. Így jó. Csak itt benne van az a veszély, hogyha vékonyan találni, hogy bemegy erről az oldalfalról, és rosszat ad. Tehát általában inkább egy ilyen érintős 8-at szoktunk csinálni, és akkor közel maradnak egymásra, a golyók megint nem jó állás marad. És tökéletes. Nagyon szép, 10 pont. Kioldott benne, Laci. Piasz Cialgó jó volt, meg is lett, 18. Új első. Picit elnyúlt. A pozíció nem maradt annyira erős. Hát egy bal forgatóval be tudja hozni a sarokból. Hát ahogy az jön, nem is van. Igen, de csak kettő, vagy négy. Igen, akkor lett volna, ezt általában érítik, és akkor átmegy a második fordulóval, akkor a két oldal marad a két golyó. Szép öt. Az utóbbi 3-4 lökése Tímár Andrásnak nagyon jól sikerült mindegyik gyönyörűen talált. Ez is egy hiba. És még majdnem a szélesét is elvette. És András átteszi megint fosoron. Igen, az övé pedig itt marad valószínűleg. Igen. Igen. Igen.
egész komoly lányt alakított ki. Ez jó állás. Ha vissza tudja hozni a fasorra a fehér golyót, akkor... És miért? És még a piros is. 18. Nagyon távol volt most, nehéz volt. Nyújtózkodós állás volt, és az abbasztan óvatatlan beletesz valamilyen oda nem való farsat az ember általában. Hát igen, mert nem az a stabil, igen, megszokott állás, hogy egyébként üt a játékos. Megállt a pontgyártás picit. Igen, ezt is rövidíteni kellett, ezt a sarkat rövidített is, amivel csak nem eleget, hogy fába forduljon az ellenfél golyója. Csendet megtartam. Igen. Mári Laci. Egy háromfalas. Kasszó. És ez nem talált most. Így van, gyönyörű, 20. 30-ek. A sarokból. 90-59 az eredmény most. Messze kerültek egymástól a golyó. Ez csinált. Hm.
8 meg lett. Sorok üthető ebből. Ja, nem, a fehér golyó van, jön, Laci, így van. Egy végfa. Ez is egy szép ütés volt. Igen. Nagy lépés a vége fele. Igen, a 100 fölött van, ugye? Igen, 111-63. Laci taktikusan elhelyezi a két végébe a két golyót. Mégis legyen egyszerű dolga Andrásnak. Igen. Erre a 9-re. És nem is lesz, az biztos most. Igen, és ebből nem is lesz meg. Hogy mégis? És mégis már jött. Így van, meg lesz. És Tímár András nyerte meg ezzel a mérkőzést. Ja, így van. Köszöntöm a nézőket, koccanjanak a golyók, dőljenek duplán a bábuk. A fehér golyóval Ruber Patrik kezdi meg a játékot, a sárgával pedig Tonka Pál fog lökni. Még mindig a csoportmérkőzéseknél tartunk. Tonka Pálsz gyönyörűen lökte, és így zárkózik fel Robert Patrik mögé. Sőt, meg is előzte egy ponttal, 9-10 az állás. Thank you.
És egy sarokjátékot láthatunk. És itt a piros golyót sikerült eltalálni, meg volt a karamból. Nagyon szép 10 pont. Kvart következik. Nézzük, mennyire pontos. Hát nem volt elég pontos. Összetusoltak a golyók, és majdnem hiba pont lett belőle, de nem ment el odáig a sárga golyó, hogy a bábokat is ledöntse. És most Ruben Patrick készülődik a lökéshez. Nagyon szép lökés volt, megmondta, hogy picivel erősebb lett volna, akkor nagyon szépen talált volna a fasort. Schubert Patrick eddig nagyon megfontoltan szépen játszik, de Tomka Pál is hasonlóan, bár ez a lökés most nem sikerült neki. És most ez nem sikerült Schubert Patricknak sem. Elmérte. Most a hosszú falra lakja egy viszonylag könnyű pozíció, viszont a tempó de így jó volt, így jó, mert átgurult a fasoron. Tökéletes lett a tempó. És így három falra kényszerítette Rubert. Kigyönyörűen megoldotta ezt 10 pontért. És Pali is most nagyon szépen válaszol. Tíz pontot ért. Ötvenhárom-ötvenöt az eredmény. Tonka Pali vezet 2 ponttal. És most egy kis hiba csúszott ebbe a lökésben Ruben Patrick részéről.
ez a végbuzana megint nem sikerült, hibacsúzott a gépezetbe, és ismét Tonkának adott pontokat Ruber. És telébe lökte Tonka, így biztos, hogy nem lesz dupla, viszont szépen pontokat szerzett. Nagy forgató kell ahhoz, hogy ez jó legyen Patriktól. És szépen talált, és a pozícionálás is jó volt. Ez nagyon szép volt Tonkától. Számoltam, akkor ez 20 pont volt. Igen, 153, 14 pont kell Tonkának. És most egy 3 falast láthatunk Patriktól. És ugyan pontot nem szerzett, de nagyon jól csinálta meg azt, hogy ne legyen helyzete Palinak. Ennek ellenére gyönyörűen megoldotta, és meg is nyerte az első szettet. Hogyha jól látom, akkor ez elég volt. Igen. 1-0-ra vezett Tonka Pál, Ruber Patrik ellen. Tíz ponttal kezd Tonka. Nagyon szép. Nem könnyű helyzet most Tonka Pálnak, nem is sikerül pontot szerezni, viszont egészen szépen széjjel szedte a golyókat az asztal két szélére. Szép volt, 4 pontért. De mögötte nincs annyi hely, hogy ez könnyen a bábusvarra lehetett volna terelni. Azért megpróbáltam minél jobban szétválasztani két oldalra a golyókat. Ez nem teljesen jött össze, mert ebből szépen pontot tudott szerezni Tonka Pali. Ez nagyon szép volt, 10 pont. És most egy kvart következik.
Csak pár milliméter hiányzott ahhoz, hogy pontot érjen. És látszik a képen nagyon jól, hogy nincs túl sok hely a dánkónak. És ez hibának is számít, ugyanis ledöntötte a fabábut lökés közben Hubert Patrick. Most kezet kellett váltania Tonka Palinak, és nagyon szépen talált így is. A nem lökő kezével is sikerült eltalálnia. Nagyon szép, gyönyörű, gyönyörű. Nagyon szépen talált Patrick három falról. Ez viszont elment. Ugye elhibázott lökés volt. Ebből azért jó lett volna találni. És így Hubert Patrick egy viszonylag nagy előnyt ki tudott dolgozni, több mint 30 pontot. És ezt most ismét növelte, nagyon jól játszik a második szetben. Szép 10 pont, és a pozícionálás is jól sikerült, ennek távol kerültek egymástól a golyók. 69-39. Thank you.
egy nagyon nehéz három falas lökés lesz. Nagyon szép találkozott, és majdnem a piros is meg lett. Szerencsésen borultak a golyók, ugye borultak a bábuk, elnézést. ...79-59-re vezet Patrik. És most jól látszik, hogy mennyire jobb oldalon lökte meg a golyót, minél nagyobb forgatót adjon neki. És nagyon szépen talált, 8 pontért. A piros karamból sikerült. Gyönyörű, nagyon szép a kés van. ...113-59, nagyon úgy tűnik, hogy döntőszett lesz ezen a mérkőzésen. Fa kell ahhoz, hogy kimenjen Patrik. És ez most hiba? De azért ez bőven belefér, mert rengeteg előnye van még most is. Ezt most Pali szépen csinálta. Nem hagyott pozíciót maga után, de azért innen nehéz lesz megfordítani a szettet. Szépen talált Patrik, de nem volt elég erős ahhoz, hogy pont is legyen belőle. És most itt van a lehetőség, hogy fát borítson Patrik, és ezzel a döntőszettet erőszakoljon ki. És meg is van egy-egy az állás Ruber Patrik és Tonka Pál mérkőzésén. Készfogás után nem is kezdődik a harmadik szett. Ugye mivel a másodikat Tonka Pali veszítette el, ezért most ő kezdi a döntő játszmát. És nézzük, hogy kezd. Nagyon jól néz ki eddig.
viszont a tempó egy kicsit gyenge volt, és ezért csak 5 ponttal kezdte meg a meccset. Piros is meg volt. Viszont 8 ponttal válaszol Tonka Pali. Pont. 25-13. És itt most egy hibát láthattunk, de mennyi lesz? Még igen, még ledöntötte a kettes fát is, visszafele. 7 hiba pont lett végül is, 32-13. Igen, úgy láttam, hogy ez falra, tehát duplán számított. És így 20 pontot ért, nem 10-et. Gyönyörű sanok játék. Nagyon szép 20 pont volt. És Robert Patrick eddig nagyon megfontoltan és szépen játszik. De persze Tonka Pali is jól játszik. A 8 pont szinte garantált, sikerült találni, és nem. Thank you.
és ez most egy nagy hiba volt Robert Patriktól, nem talált el végbuzeráról a sárgát. Ez pedig egy picit erős lett. És így Patriknak lesz lehetősége arra, hogy pontot szerezzen most. Hogyha a sarokból jól visszahúzza a golyót. Ezek a sarokjátékok egymás után elég pontatlanul sikerültek mindkettő játékosnak. Ez viszont gyönyörű volt, nagyon szép. Bali is válaszol, de nem volt elégedett ezzel a lökéssel. Nagyon szép, és a piros golyó is. Ez nem volt meg, szerintem nem találkoztak, viszont bebújt mögé a fehér teljesen. De a pirosra az sikerült találni, és így zárkózik fel Tonka Pali, 91-62. 30 pont kell, 29 pontosabban Patriknak. És itt megvolt a piros, 4 pontért. Szóval már csak 25. Ismét a pirosokhoz gondot, nagyon közel vannak, és megint kezet kell váltani ahhoz, legalábbis úgy tűnt, hogy most megint. De nem, végül is a normál kéztartásával próbálja meg megoldani ezt a helyzetet. Sarokból visszafele gyönyörűen talált, nagyon szép volt. És ha még egy picit tovább borult volna a sárga, akkor még jobb lett volna, de így is bravúros volt. Viszont ez most egy jó lehetőség lehet Patriknak. És ki is használta nagyon szépen, 10 pontot szerzett. És már 100 fölött van, igen, 105-62. Nézzük, a pirosig elmegye. Igen, bizony. 105-66, 15 pont kell Patriknak. És a találat az szépen sikerült, pont azonban most nem született. Most egy végbuzera fog következni Tonka Palitól. És nagyon szépen csinálta. És felzárkózott, 20 pontot szerzett. Igaz, még azért így is elég nagy elényben van Ruber Patrik. Most a pirosat el fogja találni, igen. Meg volt a karambol. 109-86.
és tereprendezés után következik Tonka Pali lökése. Hosszú falról. 5 pontot szerzett. 109-91. Lökésen belül vannak mindketten. És ezek már nagyon-nagyon fontos lökések a mérkőzés kimenete szempontjából. És nézzük, Patrik. Nagyon megnézte, de nem jött össze ez a lökés. Annyi a szerencsé, hogy talán nem a legkönnyebb pozícióba került Tonka Pali. Igen, és ezt nem is sikerült pontra ütnie. 11 pont kellett, és ezzel meg is nyerte Ruber Patrik a mérkőzést 2-1-re. A közvetítés virtuális reklámot tartalmazott.